Elítélték az olasz álmokfutót, aki miatt tavaly meghalt egy 23 éves lány. A férfi százzal száguldozott a fővárosban, de olyan részeg volt, hogy menet közben elaludt és a körúti villamos megállóba csapódott. A Magyarországon vendégmunkásként dolgozó férfit a múlt héten 5 év börtönnel büntették, és örökre eltiltották a vezetéstől. Egy leszakadt kerék, ott meg az autó, amelyikről leszakadt. Képzelhetik, mekkora lehetett a becsapódás. A fekete kocsi letarolta a villamos megállót, majd tovább sodródott a József körúton a Rákóczi tér irányába. Február 19-én éjjel 2 órakor Budapest 8. kerületében a 32-esek terén egy autó elütött egy villamos megállóban várakozó 23 éves nőt. Február 19-e vasárnapra esett. Hajnali 2 óra volt. Ilyenkor már csak a körúti villamosok közlekednek, ezért a szombat éjszakai bulizók sokszor villamossal járják a fővárost. Egy 23 éves lány hazafelé tartott, amikor a semmiből egyszer csak becsapódott a megállóba egy fekete autó. 3 mentőegység is érkezett, küzdöttek a fiatal nő életéért, de sajnos olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy a helyszínen életét vesztette. A fekete kocsi pont eltalálta a 32-esek terén a villamos megállót, majd 40-50 métert sodródott a József körúton. Az autóból egy 40 év körüli vékony férfi mászott elő. Nem értették, mit mond. Egyrészt olaszul beszélt, másrészt tök részeg volt. A budapesti rendőrfőkapitányság büntetőeljárást indított és vizsgálja a baleset körülményeit. Az autó egy legalább 17 éves Volkswagen Bora, ami a szakértők szerint rendben volt, nem műszaki hiba okozta a balesetet. Kiderült, hogy az olasz férfi szombat este kocsival indult bulizni, szinte ájultra itta magát. Az elköveténél a közepes ittasságnak a felső szakaszában mozgott a véralkohol szint, meghaladta a 2000-eléket, ez 2,07-2,15 ezrelék véralkohol szint volt nála az ittasság. Nem elég, hogy kocsiba ült, őrült tempóval száguldott a József körúton, zöld lámpát kapott a Baross utcai kereszteződésben, amelyiken átrobogott. Közel majdnem 100 kilométerre, tehát 94-99 kilométer per óra közötti sebességgel haladt, és mivel közepes fokban ittas volt, 2000-eléket meghaladó volt a véralkohol koncentrációja, ezért az ittasságával összefüggésben elaludt. Elaludt. El tudják képzelni, hogy százzal száguld, markolja a kormányt, nyomja a gázt, és bealszik. Közvetlen okozati összefüggés volt az ittasság és az ebből kibontakozó tragédia között, ezért ez a bűncselekmény, amiben vádat emeltek kollégáim, ez a halált okozó ittas járművezetés büntette, ez az ittas járművezetésnek egy minősített esete. A 41 éves olaszt ott helyben megbilincselték, bevitték, majd letartóztatták. 2023. február óta fogva tartják, nehogy külföldre szökjön és elrejtőzzön a felelősségre vonás elől. A 2023. februári baleset óta 16 hónap telt el. A 32-esek terén a villamos megállót helyreállították. Már nem látszik, hogy itt egy szörnyű tragédia történt. Időközben az olasz férfit halált okozó ittas járművezetés vádjával bíróság elé állították. A vádlott számos KRESZ szabályszegést követett el, amelyek alapvető jellegű szabályszegések. A fővárosi törvényszéken a másodfokú tárgyaláson vagyunk. Az olasz férfit nem hozták el, távmeghallgatással kapcsolták a tököli BV intézetből. A bíró a vádlott adataival kezdte. Gépkezelő szakképesítéssel rendelkezik, Magyarországon tehenészetben dolgozott gépészeti karbantartóként, havi jövedelme 4000 euró volt. Egészen pontosan fejőgépeket kezelt, akkori árfolyamon havi 1,5 millió forintos fizetésért. A férfi az Olaszországhoz tartozó Szardínia szigetén született 1982-ben, de ami lényeges, sokáig nem volt jogosítványa. 2021. decemberében Olaszországban szerzett vezetői engedélyt. A szardíniai férfi 39 évesen szerzett jogosítványt. A baleset idején alig egy éve vezetett, mégis olyan bátor volt, hogy részegen kocsiba ült. Magyarországon zéró tolerancia van. Már egy korty ital is büntetendő. 0,5 g per liter véralkohol koncentráció alatt szabálysértés, 0,5 felett bűncselekmény. De Olaszországban és a legtöbb európai országban megengedőbb a szabályozás. Vagyis egy-két pohár sör még belefér. Olaszországban például pont 0,5 g per liter véralkohol szint a határ.
Az alatt még megengedett az autóvezetés. Az olasz férfi talán azt gondolta, ha náluk lehet, akkor Magyarországon miért ne? Csak hogy a 41 éves férfi még az olasz mértékkel nézve is túl részeg volt a vezetéshez. De neki 2 gram volt, nem 0,5 gram volt. Tehát a minimum szint 4-szeresét meghaladó volt a véralkohol koncentrációja. Az egy erős? Igen, tehát részeg volt. Ezt ki lehet így hétköznapi nyelven mondani. Hogy mennyit ihatott a baleset előtt? A Semmelweis Egyetemnek van egy véralkohol kalkulátora. A testsúly, az ital mennyisége és százalékos koncentrációja alapján egy közelítő számítást kaphatunk. A szakértők megállapították, hogy a balesetet okozó férfi véralkohol szintje több mint 2,7 gram per liter volt. A kalkulátor szerint ilyen részegséget 2500 ml, vagyis 5 korsó sör, vagy 1000 ml, átszámolva 1 liter bor idézhet elő egy olyan vékony testalkatú férfinél, mint az olasz. A kerületi bíróság a vádlott bűnösségét halált okozó ittas elmeztetés büntetében állapította meg a megjelölt törvényhely szerint. Az ügyet első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalta 2023 végén. Az ügyészség az előkészítő ülésen indítványt tett a büntetésre. Az ügyészségnek volt egy úgynevezett mértékes indítványa, ez 6 év börtönbüntetés volt. Ez azt jelenti, hogy az ügyészség, hogyha a vádlott beismer az előkészítő ülésen, akkor 6 éves büntetést tudomásul vesz. A büntető törvénykönyvben a járművezetés ittas állapotban egy külön bűncselekmény. Lényegében egyaránt vonatkozik a vasúti, légi, a vízi és a közúti közlekedésre. Alapesetben egy ittas járművezető 2 évvel büntetendő. Azonban 2-től 8 évig terjedhet a büntetése, amennyiben egy ittas sofőr halált okoz. A 2 és 8 év közötti büntetés úgynevezett középmértéke 5 év. Az ügyészség ehhez képest többet, 6 évet kért az olaszra, és azt, hogy örökre tiltsák el a vezetéstől. Fokozott ilyenkor az az igény, hogy kifejezzük azt a fokozott erős társadalmi rosszallás helytelenítést, és ez is a generális prevenciónak egy része, valamint, hogy legyen egy elrettentő ereje, ezt így mondja a szakirodalom, és hogy el kell rettentsen egy picit a büntetés attól, hogy az ember, hogyha beül ittasan az autóba, akkor gondolja kétszer is végig azt, hogy ennek milyen komoly következménye lehet. Az előkészítő ülésen az olasz férfi beismerte a bűnösségét és elfogadta a 6 év börtönt. Az elsőfokú bíróság azonban úgy ítélte, hogy kevesebb is elég lesz neki, ezért 5 évre ítélte az álmokfutót. Ezt az ügyészség nem fogadta el és fellebbezett. Ez a bűncselekmény kirívó súlyosságú volt, és még a beismerés esetén sem lehet egy középmértéket elfogadni. Ez volt az ügyészség határozott álláspontja. Az olasz időközben enyhítést akart, és ő is fellebbezett. Így került az ügy másodfokon a fővárosi törvényszékre. Ide már az ügyészség nem jött el. Az álmokfutó védőjével szemben az elhunyt lány szüleinek sértetti képviselője ült. Lakatos Tamás ügyvéd 5 évnél súlyosabb büntetést kért, míg M. Tóth Máté védő enyhébbet. Végül az olasz férfi következett, tolmács fordította, hogy mit mondott az utolsó szó jogán. Még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálom, és nagyon bántott, hogy ez történt. Más nem tudok hozzá. A fővárosi törvényszék nem sokkal később meghozta döntését. Súlyosabb vagy enyhébb, mint 5 év? Ez volt a kérdés. Egyebekben helyben hagyja a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét. Lényegében maradt az 5 év börtön és a végleges járművezetéstől eltiltás. Ezt a bíró a következővel indokolta. A magyar eljárásjogi törvénynek van egy olyan rendelkezés, hogy minimális változtatást nem eszközölhet a másodfokú bíróság, ami jelenti azt is, hogy minimális enyhítésre, de minimális súlyosításra sincs lehetőség. Az ítélet jogerős és végrehajtható. Az olasz csak egy valamit akart még. A hátralévő büntetést otthon, Olaszországban letölteni. A vádlott kérésére tekintettel az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján kezdeményezi, hogy a terhelttel szemben a büntetés végrehajtására Olaszországban kerüljön sor. Erről külön kérvényre, külön eljárásban dönthetnek majd az igazságügyi minisztériumban. Addig az olasz férfi magyar börtönben marad. Eddig 16 hónapot ült letartóztatásban, ami beleszámít a büntetésébe. Jó magaviselet esetén pedig akár 24 hónap, vagyis 2 év múlva kiengedhetik a börtönből. Van egy park a 2. kerületben, a Fillér utcában.
és a parkban áll egy pad. Állítólag a tragikus körülmények között elhunyt 23 éves lány itt lakott a környéken. A pad és rajta egy tábla az ő emlékét őrzi.